A kíváncsi tekintetek elő gondosan elzárt vitorlás kikötő révfülöpön. Az út másik oldalán 11 hektáros park több épülettel, köztük egy 19. századi kastélyjal. Az egész komplexumot tavaly ingyen adta oda az állami magánalapítványnak, a Matthias Corvinus kollégiumnak. A miniszterelnökség államtitkára által vezetett alapítvány emellett kapott 300 milliárdnyi állami részvényt és 100 milliárd forintot a koronavírus járvány miatt létrehozott gazdaságvédelmi alapból. Decemberben pedig a kormány többség úgy módosította az alaptörvényt, hogy az ilyen alapítványok működését kétharmados törvények védik. A korrupció ellen küzdő civil szervezet a Transparency International legfrissebb éves jelentése szerint az ilyen kormányzati intézkedéseknek köszönhető, hogy Magyarország jelenleg a legkorruptabb uniós tagállamok között van. A 2020-as felmérés szerint Magyarország holt versenyben Romániával és Bulgáriával a legkorruptabb Európai Uniós tagállamok egyike. A szervezet Magyarországi Jogi Igazgatója szerint az elmúlt egy évben a kormány még a koronavírus járványt is sok esetben arra használta ürügynek, hogy a jogállamiságot gyengítse, vagy a saját oligarcháit támogassa. Igazából a fogafehérjét azzal mutatta ki a hatalom, hogy az első hullám idején is, és a ősszel indult második hullámban is fontosnak tartotta a szabadságjogok korlátozását és a saját hatalmának a további bebetonozását, olyan területeken is, olyan mértékben is, ami a járvány elleni védekezéssel már semmilyen összhangban nincsen. A Jobbik szerint a jelentés eredményében semmi meglepő nincs. Az világos, hogy Orbán Viktor rendszerének a mostani korrupció az az ismertető jegyévé vált, tehát az elkövetkezendő évtizedekben is erre fognak az emberek emlékezni, hogy ez így alakult. A kormány érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre. Azt írták, a Transparency International egy Soros György által pénzelt szervezet, és ezért támadják Magyarországot. Orbán Viktor miniszterelnök októberben arról beszélt, hogy szerinte Németországban és Ausztriában is nagyobb a korrupció, mint nálunk. A német nyelvterületen a korrupció nagyobb, mint Magyarországon. Persze mi nem vagyunk tökéletesek, na de hát azért bagoly mondja verébnek. Tehát egy, egy Ausztriára harápillantok, vagy itt vannak a németek. A Transparency International jelentése szerint az uniós tagállamok közül Németország volt versenyben az ötödik, Ausztria pedig a hetedik. A világ 180 országát tartalmazó listán Magyarország a 69. helyen áll, a dél-afrikai köztársasággal, Jamaikával és Tunéziával azonos szinten.